Ahogy azt délelőtt is ígértem, a mai délutáni ige hirdetésünk ugyanarra a textusra épül, Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írt első levele 4. fejezetéből, a 13-tól a 18. versig terjedő szakasz. Hallgassuk meg most Csia Lajos fordítása szerint. Nem akarunk tudatlanságban hagyni titeket, testvéreink, azok felől sem, akik már alusznak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Ha ugyanis hisszük, hogy Jézus meghalt, de feltámadott, miért nem hihetnénk, hogy így az Isten Jézuson keresztül ővel együtt azokat is elő fogja hozni, akik elaludtak már? Mert azt az Úr szavával mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és az Úr megjelenéséig megmaradunk, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak, mert maga az Úr parancsszóval, főangyal szózatával, Isten küldjével alászáll az égből, először azok, akik halottak, akik a Krisztusban vannak, feltámadnak, azután bennünket, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadnak felhőkben a levegőbe, hogy ott az Úrral találkozzunk, és így mindenkor az Úrral leszünk. Bátorítsátok hát egymást ezekkel a beszédekkel. Az ige szakasz első mondatában Pál apostol felvázolja azt a három problémakört, amivel küszködtek a tesszalonikaiak. Így olvassuk. Nem akarunk tudatlanságban hagyni titeket, azok felől sem, akik már alusznak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. A tudatlanság, a bánkódás vagy szomorúság és a reménytelenség. Ezzel küzdöttek azok a tesszalonikaiak, akik számára még nem volt leírva, mint nekünk a Biblia tanítása, akik vágytak arra, hogy valamilyen vigasztaló szót kapjanak az apostoltól, aki már annyi minden szépet és jót mondott nekik. Ez az ige szakasz tehát ezt a három tételt, három fontos gondolatkört hordozza és válaszolja meg. Ezt kívánom tenni én is a továbbiakban, ezt a három dolgot, amely a múltat, a jelent és a jövőt képezi, közelebbről megmagyarázni. Hiszen ha a múlt a tudatlanságon alapozódik,
akkor a jelen vigasztalanság vagy szomorúságból áll, a jövő pedig reménytelenséget fog szülni. Ez a három egymást gerjeszti. A tudatlanság, a szomorúság és a reménytelenség. De íme, ha elveszük a tudatlanságot, ha megtudjuk, mi is az, amit várunk adventkor, akkor a szomorúságunk vigasságra, a reménytelenségünk pedig biztos, élő reménységre fog változni. Nézzük hát akkor ez utóbbit először is, a reménytelenséget. A világ, amiben élünk, valami egészen más alapokon áll, és a reménytelenség sajnos nagyon magas fokán kell élnek az emberek, mert hogy hitetlenül és reménytelenül élni nagyjából ugyanazt jelenti. Mivel pedig a hit fogyóeszköz, és egyre kevesebb van belőle ebben a világban, egyre kevesebb az emberek szívében, ezért gyarapszik és sokasodik, növekszik a reménytelenség. Szókratész, a görög bölcs mondta, hogy van valami szép a halál után. Neki, pogány emberként, ennyi volt a reménysége. Valami szép, valami megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan, valami ismeretlen, de talán alaptalanul mégis szükség volt egyféle vigasz szóra, és ő, a bölcsember ezt el tudta mondani. A hívőnek hálát adunk érte, hogy van reménysége a szívében. A Tituszhoz írt levélben Pál apostol ezt így fogalmazza meg. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Tehát, ami boldog reménységünk, mondja Pál apostol, ami azon alapul, hogy Krisztus meg fog jelenni, miután önmagát adta értünk, és feltámadott a mi üdvösségünkre. Ez a reménység, a hívők reménysége. Térjünk vissza a világra. Mit mond a világ? Mit tud adni? A világ reménysége borzasztó. Néhány idézetet a reménységgel kapcsolatosan. A reménység valótlan, bolondos tényező. A reménység az egyetlen egyetemes hazudozó. A reménység egy hazugság, ami mindenek ellenére sem veszti el hírnevét. Vagy Byron, a nagy skót költő, azt írta, a reménység csupán a smink a valóság arcán. A legkisebb érintés leviszi, hogy aztán meglássuk, milyen ráncos arcú utcanő a valóság. Ez a világ fájdalmas képe. A világ reménytelensége. A Tesszalonikai levél elején viszont megtudjuk, hogy az a közösség, akiknek ír Pál apostol, már valamilyen formában éltek a reménység kincsével. Emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát. Így néz tehát erre a gyülekezetre Pál apostol, hogy aztán felismerje és felfedezze, hogy mégiscsak van valami, ami bizonytalanná teszi ezt a reménységet. Márpedig tudnunk kell, hogy a hívők számára, a Krisztus követők számára éppen maga a Szentírás tisztázza. A reménység sarokkövévé kell váljon a mi gondolkodásunknak, a mi keresztény életünknek. Nem lehet más a hívők reménysége, mint a bizonyossággal egyenes arányban levő tudás. A világ valóban mindennek elmondja a reménységet, mert csalódott már benne, nem egyszer. De az a reménység, amit nekünk, Krisztus követőknek ígért Jézus, az biztos lábakon áll. Az megfogható, abba bele lehet kapaszkodni. Pál tehát felfrissíti azt a reményt ebben az ige szakaszban, amiből indultunk. Az Úr Jézus Krisztus felhőben jön el, magához ragad élőket és holtakat. Ez vigasztaljon minden reménytelenségben élőt, és fordítsa az ő reménytelenségét igazi, élő reményé. A tudatlansággal kapcsolatosan azt kell mondanom, hogy mi biztonsággal bízhatunk, mert tudomásunk van róla az ő visszajövetelében. Azt olvassuk a 14. versben. Ha ugyanis hisszük, hogy Jézus meghalt, a hitünkre alapozzuk tehát a tudásunkat, és ezáltal a biztonságunkat is.
Ha hisszük, hogy meghalt értünk, hogy eltemettetett értünk, hogy feltámadt, a mennybe ment, akkor hinnünk kell, és hihetjük is, hogy vissza is fog jönni. A korintusi levélben Pál apostol ezt más megközelítésben, de tartalmilag ugyanúgy megerősíti. Mert én elsősorban azt adtam át néktek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették és feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig mintegy torszülöttnek megjelent nekem is. Íme Krisztus megjelenései, sokszorosan aláhúzva és megerősítve. De még hátra van egy megjelenés. Az 500 atyafi nagyon erős, erőteljes igazolása annak, hogy Krisztus feltámadt és látható volt. De amikor százezrek és milliók fognak feltámadni és meglátni a Krisztust, most az lesz a csoda. Az lesz a tudatlanság idejének elmúlása. Az lesz a teljes bizonyosság, amiben élni fogunk az örökké valóságban. Jézus Krisztus visszatérése nélkül az evangélium hiányos lenne, csonka lenne, befejezetlen. Hadd mondjak el néhány képet, ami hasonló életpéldákat mutatnak. A kelet nyugat nélkül, a fel lenélkül, a sötétség világosság nélkül, a keresztre feszítés megkoronazás nélkül, megigazítatásunk, megdicsőülésünk nélkül teljesen hiányos lenne. Az evangélium is tehát hiányos lenne az ő visszatérése nélkül. Örömhír az evangélium, ezt jól tudjuk. De nem teljes, hogyha nincs hozzáfűzve a feltámadás után az ő visszajövetelének ígérete is. Hiszed hát, hogy Jézus feltámadott? Hiszed azt, hogy a mennybe ment? Hiszed azt, hogy vissza fog jönni, ahogy megígérte? A tudatlanságunknak egyetlen forrása a Biblia. A Biblia pedig azt ígéri, legyen bizonyosságunk afelől, hogy Krisztus visszajön. Az ő feltámadásának, halálának és feltámadásának bizonyítéka, hogy hatalma van minket is feltámasztani. És most visszatérek oda a tudás és bizonyosság megszerzésének gondolatkörében, amit délelőtt említettem. Pál apostol a zsengék ünnepét, vagy a Krisztus mint zsengét említi meg. Most azok, akik nem ószövetségi ismeretekkel, vagy azokkal nem bírnak, számukra érdemes megtudni a Mózes harmadik könyvében szóló törvényt, amely így szól. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, ha bementek arra a földre, amelyet nektek adok, és learatjátok annak termését, vigyétek el aratásotok első kévéjét a paphoz. Az mutassa fel a kévét az Úr előtt, azért, hogy ő kedvesen fogadja tőletek. A szombat után következő napon mutassa fel azt a pap. Ez tehát a zsengék bemutatásának a kötelező törvénye. Az, amiről Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus is zsengéje volt a feltámadottaknak. Úgy, ahogy az első kévét viszik a termésből, úgy Jézus Krisztus is az első volt a feltámadottak sorában. Lesz tehát egy feltámadás, aminek Krisztus a zsengéje, az első jele, és ahogyan majd megkezdődik az aratás, éppen Jézus egyik példázatában is szó van arról, hogy eljön az aratás ideje, amikor learatják a többit is. Tehát nem csak a zsenge marad az Isten oltárán, hanem mindnyájan, akik a nagy szántóföldön, a nagy embermezőn ott voltunk, a hívők mezein, mind-mind learattatunk és betakarítottunk a mennyei csűrbe. Másodszorra a tudásunkat erősíti Pál apostolnak az ige igazságával való hadakozása. Nem önmagára, hanem Isten igéjére alapoz. Így biztatja az olvasóit. Mert azt az Úr szavával mondjuk nektek, hogy. Ugye Pál apostol máshol is a korintusi levélben használ olyan kifejezéseket, hogy ezt az Úr mondja, és vannak dolgok, amikor valamilyenféle tanácsot ad, és azt mondja, ezt nem az Úr szavával mondom, hanem én tulajdonképpen a magam Istentől kapott bölcsességével. Itt az elragadtatás csodálatos mennyei reménységének leírásában viszont megerősíti
Azt az Úr szavával mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és az Úr megjelenéséig megmaradunk, nem előzzük meg azokat, akik elhunytak, hanem átváltozunk, feltámadunk velük együtt. Megnyugodhatunk tehát az Úr munkájában és az ő szaván. Ez nem feltételezés, nem hallomásból mondott információ, nem feltevés, nem az emberi elmének a kitalációja. Ezt az Úr szavával mondja Pál apostol. Ó, mennyi minden butaságot, hamisságot, kitalációt hallottunk már. Mennyei utakról és sok mindenről. Nem tudom azokat igazán fogadni. Addig még van egy Bibliám, addig még van hiteles Isten szava a kezemben, addig ez elég számomra a hitemet megtartani és megerősíteni. Érdekes elgondolkozni azon, hogy az őskeresztény gyülekezetben sokkal többet foglalkoztak Jézus Krisztus visszajövetelével, mint talán a halálával és feltámadásával, mint a születésével, mint a földi dolgokkal, mint a gyülekezet belső rendjének törvényszerű megoldásával, szabályszerű paragrafusokban való megfogalmazásával. Sokkal szabadabbak voltak. Szabadságukat pedig arra használtak, hogy koncentráljanak hitükkel teljes mértékben a Krisztus visszajövetelére. Végül a tudásunk megalapozásához egy harmadik gondolat. Azt tudnélik, hogy az elragadtatásunk egy titok lesz. Pál így írja, bennünket, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadnak a felhőkben az égbe. Nem tudom, hogyan lesz ez. Sokan sokféleképpen megírták. Bibliai regények, vagy megfilmesített bibliai regényeket láthatunk, olvashatunk ebben a témakörben. Elképzeljük, hogy mit jelent ez a földi életre, a mindennapokra, a normális élet eseményeire, amikor emberek elragadtatnak a földről, eltűnnek, munkájuk, életük teljes mértékben abban marad. Titok ez még. Titok az elragadtatás. Milliók fognak élni ezen a földön, azon a napon, akik elragadtatnak. De ezt nem lehet megszakítani. Nem lehet nemet mondani. Nem mintha volna ilyen valaki, csak hogy értsük, az elragadtatás szó, ami szerintem egy nagyon szerencsés és nagyon szép magyar szó, ami körülírja vagy közelíti azt, amit a Biblia mond. Engedjétek meg, hogy a régi teológiai jegyzeteinkből előbányászva annak a szónak, a görög harpadzó szónak az értelmezéseit bibliai igeversekkel alátámasztva érzékeltessem, mit jelent az, hogy elragadni vagy elragadtatni a felhőkbe. Milyen szent tehetetlenséget jelent az, ami számunkra, és milyen hatalmat annak a számára, aki ezt véghez viszi és megvalósítja. Itt van például az erőszakkal eltulajdonít, elrabol gondolata. Olvassuk Jézus szavait. Vajon, vagy hogyan mehet be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el, ragadhatná el annak a javait, ha elő meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor kirabolhatja a házát. Az erőszakkal való elvitel egyik képe tehát az elragadtatás. A másik az, amikor valakit akaratán kívül ragadnak el. Tulajdonképpen igaz is, meg nem is, mert nem az akaratunkon kívül van, de nem tehetünk ellene, ha akarunk sem semmit. Így olvassuk János evangéliumában. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Tehát ő nem akart király lenni. De jöttek, erőszakkal el akarták ragadni és királlyá kenni. Aztán a másik kép. Kiragad egy bizonyos helyzetből. Valakit kiragadni egy bizonyos helyzetből. Amikor kijöttek a vízből, és itt most Fülepről és az evangélia Szerecsen Komonyikról van szó, tehát mikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta többé őt a főember, de örvendezve haladt tovább az ő útján. Fülep vitetett a lélektől, és elragadtatott a lélektől. Tehát mondhatnám, hogy kiemelt, kiragadott egy bizonyos helyzetből. Odavitt és visszavitt, úgy, ahogyan ember ezt nem tudja megtenni.
Aztán van egy másik kép. Ott szintén az apostolok cselekedeteinek könyvében olvashatjuk az ellenséggel való, vagy ellenségtől való, ellenség elől való elragadtatás. Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, Pál apostol meghurcoltatásáról van itt szó, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt közülük, és vigye be a várba. Talán ez a kép a legszebb. Ha arra gondolunk, hogy a világ a maga csábításával, a gonosz a maga démoni erejével meg akar ragadni, széttépni akar bennünket, krisztusiakat, de íme jön a parancs, ahogy itt az ezredesről olvashatjuk, hogy a csapat menjen le, és ragadja ki közülük. Ez a mi elragadtatásunknak talán legtökéletesebb képe. Kiragadni az ellenség kezéből, mancsai, karmai közül, és elvinni egy biztonságos helyre, a várba, a mennyei várba. Igen, ez az ígéret vár ránk. Aztán még van egy idősor idézetem, amikor a tűzből kiragadott bizony ember megmeneküléséről szól Júdás az ő levelében, könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből, vagyis a hitetlenség ítéletének tűzéből. Még egyszer, azokon könyörüljetek, akik kételkednek. Mert akik kételkednek, az ítélet tüze vár rájuk. Mentsétek meg őket. Ha már erősek vagytok a hitben, ha meggyőződéssel valljátok azt, amit a Biblia hirdet, amit tanít Pál apostolon keresztül a mindenható Isten, hogy eljön a nap, amikor kiragadtatunk ebből a világból, amikor minden jóra fordul és beteljesedik. Ha ezt már hiszed, akkor feladatod, szent feladatod másokat is meggyőzni e felől. Találkozásunk tehát bámulatos és hihetetlen lesz. Azt is írja a Bibel, benne van egy fél mondatban csak, hogy azokkal együtt, akik már meghaltak, elragadtatunk. Azokkal, akiket már régóta nem látunk. Akiket úgy bocsájtottunk el örök útjukra, hogy majd egykor oda találkozunk. Talán még egy picit hamarabb is úgy tűnik. Már az elragadtatás pillanatában megtörténnek ezek a találkozások. Nem tudom ez időben hogyan lesz, mennyi idő lesz erre ezt rendezni, de nem is ez a lényeg. Már ott azt mondja, együtt azokkal, akik elhunytak, de feltámasztotta őket Krisztus, elragadtatunk mi is a felhőkbe. És a másik boldogító, nagyon-nagyon erős, komoly üzenetet hordozó félmondat szintén, hogy az Úrral legyünk. Mert hogy itt a Földön is az Úrral vagyunk, meg olykor elfordulunk tőle, hátat fordítunk, és talán el is távolodunk tőle, de ott, miután elragadtattunk, mindig csak az Úrral leszünk. Soha többé nélküle. Hát mindez, mint kiderül, Jézus Krisztusnak a személye van a középpontban, ahogy a maga is mondja búcsú szavaiban, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek, hogy aztán visszajöjjek, hogy magamhoz vegyelek titeket, ezek mind az ő feladatai. Ezeket ő maga így is mondja egyes szám első személyben, én megyek, én jövök, én készítem, én viszlek titeket, és akkor nekünk semmi dolgunk nincs. Hát mégiscsak van valami. Valamit kell tegyünk, válaszolnunk kell erre a csodálatos ígéretre. Válaszolnunk kell azzal, ahogyan élünk, ezzel a kihívással, ezzel a boldogító reménységgel, hogy örökké az Úrral leszünk. Azzal zárom, amit a Timóteushoz írt levelében Pál apostol leír, arra biztatva, hogy éljünk és dolgozzunk addig is, míg eljön az Úr, komolyan, gondosan, hívő ember módjára, mert tudjuk, hogy végül eltétetett számunkra az igazság koronája, amelyet megad nekünk az Úr, az igazbíró azon a napon, de nem csak nekem, mondja Pál, nem csak nekünk, hanem mindazoknak, akik várva várják az ő megjelenését. Ez a mi dolgunk. Várván várni az ő megjelenését. Válaszolni azokra a nagy dolgokra, amelyeket Jézus Krisztus megtett, amiket megígért, és amelyek talán folyamatban vannak, a mi időszámításunk szerint. De az örökké valóságban talán, ahol nincs idő, mindez már a létező folyamatnak a része. Nekünk válaszolnunk kell Jézus Krisztusnak. Igen, Uram, készen vagyok, jövök. Amen.
Turmezei Erzsébet, adventi éjszaka. Fehér hótakaró, ezüst fénytakaró, valót eltakaró. Mintha nem volna más, csak ez a ragyogás, titokzatos, csodás. Nincsen se hang, se zaj, nincsen se seb, se baj, se sóhajtás, se jaj, se bűn, se szenny, se sár, se kín, se köny, se kár, csak hó és holdsugár. Hiszen így volna jó, de nem ez a való, csal a fénytakaró. Alatta szenvedés, szenny, sár, elfödni és elrejteni kevés a hó és a hold sugár. De valakire vár a holdfényes határ. S ez az adventi mély, havas és holdas éj egy titkot tud. Jön, ne félj! Hálát adok, Úr Jézus Krisztus, hogy mindent magadra vállaltál, ami mennyei otthonunk elkészítését, és a szavaid szerint, a te ígéreted szerint, a visszajöveteledet is, azt, hogy magadhoz ragadsz bennünket, feltámasztva szeretteinket, akik már előre mentek, és átváltoztatva azt a nemzedéket, amely boldogan nem kell megkóstolja halál árnyékának völgyét, hanem egyenesen a te karjaidba szaladhat egy örökkévaló, boldog együttlétre te veled. Köszönöm, hogy a tudatlanság ideje számunkra elmúlt. Előttünk a Biblia drága, nyitott lapjai, szavai bizonyosságot adnak, és a tudatlanságból bizonyosságot, a reménytelenségből reménységet, a vigasztalanságból pedig vigasztalást adnak. Hálásan köszönöm, Úr Jézus, hogy földi életünknek várakozása nem üres, nem tartalmatlan kell legyen, hanem mindaddig, amíg eljössz, tartozunk azzal, hogy amit hiszünk és vallunk, megosszuk azokkal, akik még ezt nem tudják, hogy ők is készen legyenek arra napra, amikor majd eljössz a benned bízók sokaságáért, hogy magadhoz védj, és veled legyünk mindörökké, ahogyan ígérted. Amen.